Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futbalkátszón, és a mai videóban pedig döntőzünk. Nem csak az Európa Ligában rendeznek ma döntőt, hanem Panini FIFA 365 2022 Update Edition. El volt a maradva ezzel a döntőve. Már meg kellett volna csinálni, úgyhogy gyorsan pótoljuk is be. Ajax... Atletico Madrid, pontosabban fordítva, előbb az atleti jutott be a döntőbe, utána az Ajax, úgyhogy így nézünk ki, egy spanyol és egy holland, ebből a két kártyatípusból van a legtöbb ezekbe az update legalábbis nekem így jött ki, hiszen volt egy selejtezőnk, onnan simán tovább jutott mind a kettő, majd utána pedig az elődöntőt is megnyerték, úgyhogy elég komoly csapatokat vertek ki, Bayern münchen illetve a PSG-t, és most itt vannak ajax és az Atlético Madrid. Hozzuk be az eredményjelzőt. A display dobozból én véletlenszerűen kiválasztok néhány csomagot. Nem is tudom, legyen innen egy. Az jó lesz ott, ami ott kikandikált. Nézzünk ebből az oszlopból is egyet. Legyen ez. Meg innen itt. Véletlenszerűen egy. Tehát négy csomaggal lejátszuk. Elvileg négy csomagból is kell egy 3-4 gólnak esni a legalább, hiszen nagyon-nagyon sok van Atletiből is, meg Ajaxból is, legalábbis az eddig nyitások alapja. Annyi majd, hogyha döntetlen, természetesen fogjuk dönteni ezt a döntő teljes mértékben, úgyhogy akkor pedig lesz aranygól, hosszabbítunk, és ott is majd szépen ahogy bontogatjuk, amelyik egyből jön, az a csapat fog nyerni, de ne is rohanjunk ennyire előre, először akkor tehát vagy Ajax, vagy átletiből jön valamilyen kártya, ami köthető egyik másik csapathoz, akkor az szerzett egy gólt. Nézzük akkor. Bontsuk az első pakkot. Ez egy Dortmund. Axel Witzel. Majd utána egy csillogos volt a pakba, ez elég szolid. Van itt nekünk egy Nikó, Barcelona, majd utána egy Sáktáros, Fordítunk megint ságtár, középpályások pakja ez, ahogy látom. Atletico Madrid, Tomás Lemar, erről beszélek. Nem bírnak leállni ezek a csapatok? Sőt, az atleti erre az oldalra kerül, ő itt a képzeletbeli hazai, Lemar lapjával és egy Dahoud, tehát kettő ságtár és kettő Dortmund is volt ebbe a pakból, de az atleti az mégis meg tudta szerezni a vezetést. Jön a következő. Következő az egy Lionos, méghozzá még hozzá egy Maxence nagyon szép fenszlap, ebbe is egy csillogós van, viszont cserébe van legalább egy tárdai palkó, majd utána egy Pereira, van itt nekünk egy Palmeiras, Menino, majd utána egy Real Madridos, Rodrigo, és a végére egy Interes, úgyhogy ez egy szolidabb csomag volt, hiszen nem jött belőle gól, és csak egy csillogós volt. Második fél idő. Manchester City is, Kevin De Bruyne, majd utána egy cselzis, aspiriköte, elég jó, kettő csillogós, és az egyik winter ráadásul. Van itt nekünk egy munier, egy sáktáros megint, Antonio, majd utána egy atlétikós kondongbia, innen nagyon-nagyon nehéz lesz visszajönni az Ajaxnak, hiszen egy gólt se szereztek eddig, Upa Meccano a végére, egyetlen egy pakjuk van, végül is vissza lehet hozni, de nem lesz egyszerű, hat kártya van ugye egy csomagban, úgyhogy nézzük is, a döntő utolsó pakja, hogyha nem lesz hosszabbítás. Olimpiákos, Manolas, Palmeiras, Gomez, majd egy középpályás Vidal, egy Rodrigo, Real Madrid, majd utána egy Csálhanoglu megint, és a végére egy Joel Gomez. Hát ez durva az nagyon komoly. A második félidő csomagé több csillogós rejtettek, úgyhogy ez viszont elég király, ennek örülök. De az Atlético Madrid nyerte meg, végigmenetelt a selejtezőn, is, majd utána jött ugye az elődöntő, és most itt van. Ezt is megnyerte. Egészen jelentetlen, ügyesek. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmet. Hogyha szeretnétek bronzmeccset, a kiesettek, az elődöntőben kiesett csapatokból, ugye az az egyik a Bayern, mint ha a másik a PSG, akkor mindenképpen írjátok le kommentbe, hogy legyen-e vagy ne, vagy hogy legyen. Köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!